Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, kezdődik Családőrzők című sorozatunk. Engedjék meg, hogy gyorsan be is mutassam a szakértőket, vendégeinket, Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét. Szia Csilla, szervusztok! Köszöntöm Pap Csilla mediátort. Szia Csilla, sziasztok! És természetesen Tornyai Gábor atyát, mentálhigiéniás szakembert, nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt vagytok. Azért hadarok ennyire, mert alig vártam, hogy újra találkozunk, hiszen félbehagytunk egy témát. Ugye arról beszélgettünk egy héttel ezelőtt, hogy hogy oszlanak meg a szerepek. Most elsősorban a családon belül a házaspárra gondoltunk, ugye a férfi és a nő szerepről volt szó. Itt történelmileg mentünk vissza a helyzet alakulásában, és azt ígértük, hogy arról fogunk beszélni most a következőkben, hogy hogy alakul ki ez egy-egy házaspár esetében, egy-egy család esetében, és ez tényleg egy fontos kérdés. Látható-e előre már a házasság előtt, hogy ki hordja majd a nadrágot az esküvő után? Hát elvileg látható egy külső szemlélőnek, mert valószínűleg a párban ez még nem tudatosul, hiszen a szerelem eléggé vakká tud tenni minket ahhoz, hogy ne vegyük észre azokat a történéseket, vagy azokat a jeleket a kapcsolatban, amik egyébként utólag 5-10 év múlva azt mondjuk, hogy úristen, de nagy marha voltam, hogy nem láttam, hiszen akkor is ez történt. Tehát eredetileg ezek a jelek ott vannak, abszolút megmutatkoznak a mindennapokban is, de sajnos nem vesszük észre, hisz nem vagyunk ilyen tudatosak. A szerelem, az érzelmek vakká tesznek minket. Tehát igazából nem tudjuk ezt felfedezni. Az igazi felfedezés vagy felismerés akkor kezdődik, amikor szorosabbra fűzzük a szálakat, összeházasodunk, gyermek születik, tehát családot alapítunk, és elindulnak a mindennapok. És ugye ott döntéseket kell hozni, ott pörgés van, ott azonnal cselekedni kell, millió szituáció adódik, tehát ott derül ki az, hogy ki az, aki pillanatok alatt képes irányt váltani, döntést hozni, megoldást találni egy-egy adott helyzetre, ami felmerül a családban. Csak ezen múlik, hogyha döntést kell hozni, tehát az elképzelhetetlen, hogy a szerelem ugyan nem ér véget az esküvővel, természetesen az ugye nem egy naphoz kötött dolog, csak úgy lassan-lassan, de mégis az van, hogy amikor megvolt a házasság, mondjuk a férfi úgy dönt, hogy na, akkor most asszony neked az a dolgot, hogy süssél, főzzél, takarítsál, neveld a gyereket, és ne szólj bele semmibe, minden más az én dolgom, meg lehet ezt ma csinálni? Hát ha előre megállapodnak, tehát ugye itt vannak a szerepleosztások, hogy előre megállapodunk abban, hogy nekem, mint nőnek mi lesz a feladatom, neked, mint férfinak mi lesz a feladatod, és ezt leegyeztetjük jó előre, és mondjuk ez mindegyikünk számára elfogadható és betartható, tehát nincs bennünk ellenállás, rossz érzés, és nem csak azért bólintunk rá, hogy megfeleljünk, mert ugye akkor ez nem őszinte. De hogyha eleve ki tudjuk úgy alakítani a szerepeinket, a vállalásainkat, hogy ez elfogadható, és bele tudunk tagozódni, és önazonos. Tehát mondjuk nekem például biztos, hogy gondot okozna, hogyha azt mondaná a férjem, hogy ne szólj bele semmibe, és mondjuk közben az autót te vidd műszakira, meg te vidd szerelőhöz. Nyilván nem örülnék, persze meg tudom csinálni, képes vagyok rá, de nem örülök neki, mert nem ez az én feladatom, az én olvasatomban, de ez ugye én vagyok. Tehát ahány nő, annyi féle. Van, akinek ez például élvezetes, és azt mondja, hogy jaj, de jó, olyan klassz férfi feladatokat csinálok, és nem csak otthon ülök, és nem tudom, én főzök, és gyereket nevelek, mert van, akinek például ez kevés. Tehát, hogy annyi félék vagyunk, annyira széles a spektrum, hogy ki hogy éli ezt meg, de ha nem tudjuk előre leszabályozni, leegyeztetni azt, hogy a mi szövetségünk mire jött létre, mi a célunk, hová tartunk, hová haladunk, milyen értékrendek mentén megyünk, és mi az, ami nekünk jó, amitől mi jól tudunk haladni, mert hogy két ember kapcsolata akkor jó, ha tudnak együtt haladni az úton. Hogyha állandóan megakad, elakad, megreked, mert folyamatosan olyan problémák merülnek fel, amiben nem tudunk egyetérteni, ugye itt a sokat említett egyetértés, a kommunikáció, akkor sajnos porszemakad a gépezetbe, és azt veszük észre, hogy folyamatos megoldásokkal kell küszködnünk, folyamatos problémák vannak, és nagyon sokszor azt látom, hogy a férfi pénzt keres, ebben kimerül, és aztán a nő a mindennapokban átveszi úgy az irányítást, hogy észre sem veszi, tehát ez nem is mindig tudatos. Van, amikor olyan szépen, csendben, sunyi módon kúszik be, hogy nem vesszük észre, és csak azt látjuk, hogy ott van köztünk valamiféle kis szakadék, vagy valami probléma, és egyszerűen nem tudjuk a közös nevezőt megtalálni.
Tehát, hogy próbáljuk kommunikációval ezzel-azzal viselkedéssel, de hogy valamiért nem találjuk azt a közös vonalat. Na, akkor viszont lépni kell. Két dolog jutott eszembe. Az egyik egy bibliai szöveg, amit én nagyon, nagyon szeretek. A keresztény életről szól, de most nagyon azt érzem, hogy így ide passzol. Azt mondja Pál apostol, hogy vessétek le a régi embert, és öltsétek fel az újat, aki állandóan megújult teremtőjének képmására teljes megismerésig. És így ez jutott eszembe a kapcsolati szintre helyezve ezt a képet, hogy nekem az élet az egy szüntelen dinamizmus, egy szüntelen megújulás és változás. Tehát, hogy egy dolog, hogy egy kapcsolatnak egy része az, hogy kimondjuk azt, hogy mi akkor most egy pár vagyunk, és járunk, és együtt vagyunk, éljük az életünket, aztán haladnak, és akkor mi egy pár vagyunk, akik összeházasodunk, és elköteleződünk egymás mellett, de hogy ezzel nem ér véget a folyamat. Ez a szüntelen megújulás, ez állandó, dinamikus, gyakorlatilag ez egy szüntelen válasz az újra meg újra előálló helyzetekre. Például egy ilyen kapcsolati szinten. Ez volt az egyik, ami így eszembe jutott, hogy ez a szereptisztázás, vagy hogy most ki mit csinál, ki mit szeret, ki mit nem szeret, ez elkezdődik azon a ponton, amikor ez a két ember elkezd egymásra találni, és elindul ez a tapogatózás, hogy ez a, most is nem is fizikai értelemben értem a tapogatózás, hogy mutatok valamit, és mit kezdesz vele, még mutatok valamit, és mit kezdesz vele, így reagálsz, úgy reagálsz, elfogadható, nem fogadható, merek-e még mutatni magamból valamit, vagy sem. Szóval nekem a kapcsolati játékaink, ezek folyamatosan ilyen őszinteség, bizalomjáték, meg egy ilyen kaponyítógatós játék, hogy na, akkor még ezt megmutatom, hogyan reagálsz rá, és hogyha rosszul reagálsz, akkor bezárom, és akkor még jobban kell dolgoznod ahhoz, hogy ez működjön. Ez az egyik, ami így eszembe jutott, hogy ez egy szüntelen vált, tehát soha nincs olyan, hogy kész van egy házasság, vagy soha nincs olyan, hogy kész van egy kapcsolat. Mert hogy lehet, hogy a következő pillanatban a hírekbe bemondanak valamit, ami az egyik felhúzza magát, a másik meg azt mondja, hogy te miért húzod föl magad, és akkor ezzel jól összevesznek, és aztán utána ő. És a másik az, amit az itt a Csilla említett, én azt gondolom, hogy mivel itt egy dinamikus dologról van szó, ezért nagyon fontos a szüntelen kommunikáció, hogy ez is egy ilyen szójáték így az egyházon belül, hogy kommunikáció, és kommunikációban lesz kommunió. Tehát, hogy ha kommunikálok valamit, abból közösség lesz. Ha nem kommunikálok semmit, akkor nem lesz belőle közösség, nem születik meg az egység, az együttlét. Egymás mellett lehet lenni, csak együtt nem. Tehát nagyon sok helyzetben ezt is látom, hogy kívülről nagyon jól működő kapcsolatok látszanak, de vagy jól működő házasságok, kapcsolatok, nagyon szép, ideális, békés minden, csak kérdés az, hogy belül van-e ebben bármiféle élet. És azt gondolom, hogy ezek a szerepjátékok, a szerepekkel való játszásaink, azok arról szólnak, hogy merek-e kiállni magamért, kimondani azt, hogy nekem ez fontos, a másik megérti ezt, vagy nem érti meg, elfogadja, nem fogadja, engedi, nem engedi, és ez már az a fajta dinamizmus, ami ez a megújulásról szól. És hogy ez egy jól működő dolog, akkor mindenki jól érzi benne magát. Hogyha ha beindulnak a játszmák, meg a játékok, meg a kavarások, meg a eltitkolom, nem mutatom meg, jobb, ha nem tudja, akkor ott már elkezdő cögni az egész rendszer, és akkor a kommunikációs problémából kommuniós probléma lesz. Ezt látom, hogy ezt érzem. Igen. Az jutott eszembe, hogy hogyan alakulnak a szerepek, hogy egyáltalán mitől lesz egy kapcsolat a kezdetek kezdetétől ilyen vagy olyan típusú kapcsolatrendeződés, hogy hol van az, hogy a férfi viseli, vagy közösen hozzák a döntéseket, vagy ki az, aki a meghatározó, vagy ki az, aki ezt sokkal jobban viszi. Én ezt egy nagyobb gondnak tartom, hogy már a felnövekedett egy olyan nemzedék, ahol már ezek a szerepvesztések nagyon jelentősen megvannak. Tehát nagyon nehéz azoknak a fiatal pároknak, ahol már nincs meg belülről sem egy iránytű, hogy mitől lesz férfi a férfi, és mitől lesz nő a nő. Ugye elsősorban embernek születtünk, hála a jó Istennek, nagyon hálásak vagyunk érte, hogy élhetjük az ember létünket, aztán jó esetben meghatározott a nemünk, ugye ez eldőlt a születésünkkor, fiúnak vagy lánynak születtünk, de hogy hogyan válik a fiúból férfi, és hogyan lesz a lányból nő, ez már a saját származási családunkban fog eldőlni. Mm.
Tehát, hogyha én lehettem az édesapám királylánya, akkor én meg tudom élni a nőiségemet, akkor én tudok nőként viselkedni bármilyen helyzetben. Igen, tudok fúriává is változni, és tudok kislányos lenni, és tudok kokettálni, és tudok millió szerepét betölteni a nőnek. És a férfi ugyanígy. Az előző adásból ez a táncos példa, hogy ki vezet kit, és hogy hogyan játszunk együtt, és hogy hogyan használjuk, és hogyan támaszkodunk egymásra. De mindenki tudja, hogy nekem ez a dolgom, neked meg az a dolgod. Ha én egy ilyen családban nőttem fel, akkor akár fiúnak születtem, akár lánynak születtem, megélhettem azt, amire én predesztinálva vagyok a születésem okán és jogán. Na most, hogyha az apám nem tudta betölteni azt a szerepet az én életembe, hogy ő a családfő, és ő az iránymutató, és ő a meghatározó, akkor én felnövekvő lányként milyen párt fogok magamnak választani? Tehát pont olyat fogok magamnak választani, aki mellett jól érzem magam. Ki mellett érzem jól magam? Akit megszoktam. Lehet az ismert. Bármilyen. Ismert az minket. Ismert. Azt megszoktam, én oda fogok orientálódni. Persze lehet a szülői mintát elvetni, ezt nagyon-nagyon jól tudjuk a pszichológiából, de az egészen biztos, hogy egy olyan kislány, aki megkapta az első pillanattól kezdve a nőiséget, és végig tudta vinni a nővéválást, vagy egy olyan kisfiú, aki megkapta ezt a férfi mintát, és férfivá tudott válni, az már a párválasztásnak túl a kémián, és túl a mindenféle fellángolásokon, meg összevillanásokon valóban lehorgonyozni olyan pár mellett fog, akivel el tudja képzelni az életét. És én, ha majd az előző adásra utaltál vissza, én is visszautalnék erre, hogy mivel nem létezünk úgy, hogy önmagunkban létezünk, tehát, hogy nem születek úgy bele a világba, hogy csak úgy vagyok, és nem csak úgy születek bele a világba, hogy csak abban a családban vagyok, hanem egy társadalomba kerülök bele. Én azt gondolom, hogy pont ugyanilyen hatással van a társadalom egésze is arra felnövekvő fiúra vagy lányra. Mit mutat meg ideális képként, milyennek kell lenni? Ugye manapság lehet találkozni ilyen reklámmal, és egy picit azért dühös vagyok erre a reklámra, nem tudom már ki csinálta, meg hogy van, csak most ez is beugrott, hogy a gyerekek beszélnek arról, hogy apa mit csinál, amikor hazajön, hogy akkor leül, és akkor nem segít semmit anyának, és persze anya meg ott van, és csinálja a sok házi asszonyi teendőt, és hogy majd, ha én felnövök, akkor az én azt akarom, hogy az én férjem, vagy az én apukám is kivegye a részét az otthoni dolgokból. Valamilyen üzenete van ennek a reklámnak, amit akár lehet jól is értelmezni, de nekem egy kicsit így sántít ez, hogy minthogyha a férfiak ilyen tunyák lennének, és akkor hazamennek, lerúgynak, és akkor nem csinálnak semmit. Ugye ebben benne van akár az is, hogy engedjük megérkezni, beszéljük még ezeket a szabályokat, kinek mi a szerepe, ki hogyan csinálja. Csak hogyha ezt hallom egy olyan helyről, a médiából, ami meghatározza a gondolkodást, akárhogy is van, de meghatározza, minél többször sugárzódik, minél többször hallja, a mintákat, amiket látunk, most múltkor néztem filmbemutatókat, hogy és nagyon fura volt így látni, hogy egy, most megint próbálok PC módon fogalmazni, hogy egy trendi típusú film után megjelenik a katolikus egyház, és hogy ég és föld, ez egy szép, szeretetteljes történet, és utána meg a gonosz apácák, vagy a szegény apácák, akiket gonosz módon bezártak, és elzártak az érzelmektől és mindentől, és én nagyon ütött a kettő egymás után, persze jöttek a többi filmek is, csak ahogy így néztem egymás után ezeket a bemutatókat, volt egy trendi szerelmi történet, és utána jött a katolikus egyház, és utána jött egy következő filmbemutató, ahol a gengszterek a katolikus papok és apácák voltak, és ők voltak a másik gengszterek ellen, és lövöldöztek meg minden. És így rosszul éreztem magam, és vígjáték volt, de hogy mégiscsak úgy éreztem benne magam, hogy két ilyen történetet egymás után láttam, arról, amiben én benne vagyok, fontosnak, jónak tartom. Vajon azok, akik ezt látják kívülről, azoknak a gondolkodását milyen irányba formálja egy-egy ilyen film vagy filmbemutató? Ez most saját magamra vonatkoztatom, de azt gondolom, hogy egy párkapcsolati szinten, hogy manapság a régi, mondjuk 80-as, 90-es évek akcióhőseit, ahol macsó férfiak voltak, azok most macsó nők lettek. És a szellemírtókból szellemírtónők lettek, meg nem tudom micsoda. Szóval, hogy egy csomó ilyen hatás, és nem erőszakos hatás, de mégiscsak hatás. Csak úgy akarok erre rákapcsolni, amit kérdeztél, hogy
hogy az emberek, és gyerekek, fiatalok főleg, azért mégiscsak úgy nőnek fel, hogy milyen hatás veszi őket körül. És az egy dolog, hogy a szülők mit mutatnak, de hogyha mellettük van egy erősebb hatás, ez a trend, így kell gondolkodni, vagy ez a helyes irány, akkor nem akar kilógni a trendből, mert akkor egyedül marad. Egyébként arra is váltunk már példát, hogy egy családban csak lányok születtek, 2-3 lány van, és a domináns apa kiválasztotta magának az egyik lányt, akiből ő fiút akart nevelni. Na ez a lány biztos, hogy úgy kerül majd egy úgy kapcsolatba, hogy ő szeretné hordani a nadrágot, mert hogy hiába volt fölötte egy erős apa, neki kellett fiúsan nevelkedni. Igen, ugye nyilván egy domináns lány lett belőle. Szerintem ezzel sincs baj, hogyha talál mellé olyan partnert, aki ezt tudja kezelni. Tehát aki ezt el tudja fogadni, tudja kezelni, és nincs belőle versengés. Meg lehet ezt oldani ügyesen egyébként. Én látok mind párokat. Meg lehet férfiként ezt ügyesen oldani? Egy erős nőt? Meg magas érzelmi intelligenciával, és igen, meg lehet oldani, abszolút. Mondjátok ti nőként. De nem, én ismerek ilyen párokat, abszolút. Én megmondom neki, hogy hogyan oldja meg. Ti megmondom neki. Nem, meg tudja oldani, hanem azt látom, hogy ő hogyan oldja meg. Így van. Tehát vannak eszközeik a férfiak, tehát a férfiak nem... Szoktuk mondani, ugye, hogy képletesen kasztráltuk őket, hogyha túlmegyünk azon a ponton, amin nem kellene. De Isten igazándiból én azt gondolom, hogy bőven elég az, hogyha mi megengedjük magunknak, hogy a női energiáinkat is érvényre jutassuk. Nem tudsz egyszerre női energiákat nagyon erőteljesen demonstrálni, és férfi energiákat én, ugye az anima és az animus révén. Tehát ezt nem tudod. Tehát vagy az egyiket, vagy a másikat. Nekem most egy olyan fiatal férfi jut az eszembe, akivel nem olyan régen beszélgettem, egy hosszú-hosszú párkapcsolat, és mesél a történeteiről meg, hogy egyáltalán miket értek meg, és ő hagyta, hogy a lány tegye, amit tenni kell. Ha ő indulatos volt, ha ő dühös volt, ha ő kétségbe esett volt, akkor toporzékolhatott, csírhatott, őrjönkhetett, nem tudom én akár mit csinálhatott. Elfogadta, mert hogy ő belőle így jön ki a frusztráció, próbált neki segíteni, próbálta megérteni, próbált neki valahogyan irányt mutatni. Amikor már ő ellene fordult ez a dolog, akkor tűrte, ameddig tűrhette, és egyszer csak felemelte a hangját, egyszer, és azt mondta, hogy eddig és ne tovább. Onnantól kezdve tudta a lány, hogy ott elfogyott a zene, nincs tovább tánc. Tehát érted? Hogyha az a férfi jól használja a férfi, bármilyen erős, bármilyen maszkulin lehet az a nő, bármit odathat, abban a közegben biztonságban tudhatja magát, mert a korlátot, a határt azt oda fogják nekem adni. És ugyanez vice versa igaz. Tehát amikor a férfinél gurul el a pirula, mert miért ne lehetne, akkor a nő lesz a befogadó, és nő lesz a megértő, és nő lesz a támogató, és a nő lesz az elfogadó. De addig a pontig, amíg megérzi, hogy a másik már saját magát hergeli, és annak már semmi értelme, mert itt már nem kiadom a dühömet, hanem gerjesztem a dühömet, és akkor van a nőnek arra technikája, hogy ígyünk egy teját, menjünk ki a levegőre. Ha felnőtt nőről beszélünk, meg a felnőtt nőről. Hát most mi azért igyekszünk felnőttekről. Feltételezzük azt, hogy felnőttekhez szól. Igen. Tehát azért ez nem azt jelenti, hogy mindannyiunkban benne van. Tehát az előző adásban erről is beszéltünk, hogy igen, benned van a férfias, benned van a nőies lélek. Ha ez nem lenne, akkor nem lennél képes, tehát nem lenne meg az átjárhatóság, akkor nincs rend a világban. Tehát igen kell, de azért én alapvetően egy nő vagyok. Akármilyen vad, nem tudom én dolgokra vagyok képes, hát emlékszem a kölyök koromban én mindig fociztam, meg mindig a fiúkkal kellett versenyeznem, meg nem tudom én, mert olyan volt az alkatom, és egy csomó ilyen volt. Na de hát attól még, amikor hajnal 2-kor vége volt a bulinak, akkor 8-an kísértek haza. Mert vigyázni kell rám, mert én egy szegény kislány vagyok. Érted? Párkek lerúgtam a fejét, bocsánat, magas ugró voltam, tehát, hogy... A maszkulin nő. De egyébként azt is érdemes megnézni, hogy én szoktam a pároknak ezt javasolni, hogyha most X nő, és ő valamiben nagyon jó, amit mi közösen csinálunk, akkor nem kell Y-nak a férfinak szembe menni azzal, és rásrofolni, hogy ezt jobban tudja, hogyha tudjuk az erősségeinket, hogy mi miben vagyunk jók, te és én, akkor ezt lehet ám gyönyörűen úgy vinni harmonikusan, hogy amiben én vagyok jó, azt ő hagyja, amiben ő a jó, azt én hagyom, sőt örülök neki, hogy abban annyival jobb, és nem nekem kell ezzel is megküzdeni. Tehát ezt is össze lehet fésülni, és lehet, hogy pont én, mint nő, egy kicsit férfiasabb dologban vagyok jó, ő meg mit tudom én miben. De ha ezt le tudjuk úgy
zongorázni, hogy ebből ne legyen belső konfliktus, rossz érzés, elégedetlenség, stb., akkor ezek gyönyörűen tudnak működni. Csak ehhez ugye egyeztetni kell. Elképzelhető az, hogy ez változik a páron belül? Tehát teszem azt, összejön egy pár, amikor mind a kettő dolgozik, így kénytelenek tényleg úgy megegyezni, hogy ha hazajövünk, akkor te ezt a munkát csinálod, te hamaszt, te ezzel foglalkozol, hogy megosztás legyen, hiszen mind a ketten dolgozunk, aztán egyszer csak jön a baba. Otthon marad anyuka, és amikor hazaviszi a babát, de már előtte, hát kifejezetten a nőiességét éli meg, és azt akarja megélni, és annak van ott az ideje, hogy azt élje meg, akkor viszont lehetősége van apának inkább átmenni férfibe, és akkor itt változhat a helyzet, vagy nem? Pont ez a pont, ahol nagyon nehéz nekik, mert az lesz az a pillanat, pontosan az adaptációs időszak, amikor hazavisszük a babát, és ott van egy ilyen 6-8 hét, amíg kialakul valóban a család, mert addig ugye csak életbe kéne valahogy tartani azt a nyivákoló kis többséget. Tehát ott abban a szerepleosztásban nem nagyon tud a férfi mit csinálni, hátországot tud biztosítani. Tehát akkor ő adja a nyugalmat, ő adja a stabilitást, ő adja a gazdasági hátteret, ő adja azoknak a logisztikai dolgoknak a megoldását, ami. De amikor anya összeismerkedett a gyerekkel, és már anya kialakított egy szokásrendszert, és kialakított a gyerekkel egyfajta rendszert az otthon, onnantól kezdve anya megint visszaáll arra a helyzetre. De az, hogy ki a jobb a logisztikában, és ki a jobb a stratégiában, ez egy idő után kiderül. Ki tudja a pénzt jobban kezelni, ki tud másmilyen döntés. Tehát ez egy idő után kiderül, hogy kinek mi az erőssége, és ott a felnőttek folyamatosan fejlődnek. Hát persze, hogy minden élethelyzet azt hozza nekünk, na, mit kezdjek veled, mit hoztál nekem ajándékba, hú, most ezt a részt kell erősíteni, most azt kell megtanulni, most érted? Tehát együtt fejlődünk a feladatok tükrében, hogyha ez jól működik. De ez nem jelenti azt, hogy akár a nő ne lehetne jobb stratéga. Tehát ez nem így van. Meg kell keresni, hogy kinek mi az erőssége, és ha én meg tudom adni a páromnak az elismerést, és én is megkapom az elismerést mindazért, amit én jól csinálok, akkor lelki békén van, akkor szeretve, elfogadva, megértve érzem magam, és akkor innentől kezdve a gyereknek a legjobb a világon, mert olyan szülei vannak, akik békét teremtenek otthon. Egyébként amit én preferálok, amikor párok megkeresnek és kérdezik, hogy egyeztessünk, hogy kommunikáljunk, én mindig azt mondom, hogy a közös gondolkodás, tehát az őszintesség mindig kifizetődő, az egyenes út mindig kifizetődő. Tegyük ki ide a tiédet, tegyük ki az enyémet, és gondolkozunk közösen, hogy lehet ezt összefésülni, hogy tudunk akár közösen jó döntést hozni. Mert ha együtt gondolkozunk, abban is együtt fejlődünk és egymást fejlesztjük. És a közös gondolkodásból nekem elmondhatom, hogy mindig nagyon jó eredmények születtek. Tehát, hogy mindig találtunk valamilyen megoldást, ami lehet, hogy nem a csúcs megoldás volt, de előre vitt egy lépést, és abból jött a következő. Tehát érdemes összeülni, de ugye ehhez meg kell tanulni kommunikálni, értőn figyelni, és úgy kommunikálni, hogy azt jól áramoltassuk, és egy nyelvet beszéljünk. Mert ha ez nincs meg, akkor ha elbeszélünk egymás mellett, hiába vagyok én őszinte, vagy ő nem azt érti, amit mondok, és ezt rengeteget tapasztalom pároknál, hogy elbeszélnek egymás mellett, teljesen mást ért az egyik egy mondatból, mint a másik. Minden esetre beszélgetésünkben megjelent a gyermek, és arról is beszélnünk kell, hogy hol van a helye a gyermeknek a családban, milyen szerepe van a gyermeknek, arról meg aztán pláne, hogy a nagyszülőnek hol van szerepe, de ez már a következő adás témája lesz. Én nagyon szépen köszönöm Fekete Cseri Zsuzsannának, Papp Csillának és Tolnyai Gábornak is, hogy itt volt, és nagyon szépen köszönöm természetesen a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak ebben a műsorban. A Családőrzők legközelebb egy hét múlva újra jelentkezik. Addig is kellemes tévézést, viszontlátásra! Viszontlátásra!